Az előző videóban a párkapcsolatokat befolyásoló tényezőkről kezdtünk el beszélni, és egy ilyen fontos tényezőt említettem, mint a szüleinknek a kapcsolati mintája. Felmerülhet a kérdés egyébként, hogyha ilyen mélyen beleívódnak ezek a kapcsolati minták a személyiségünkbe, amiket már kora gyerekkora óta látunk és elsajátítunk, akkor vajon van-e ebből menekvés? Tudunk-e másképp viselkedni, másképp viszonyulni és gondolkodni a párkapcsolatokról, vagy pedig ezek a minták teljesen meghatározzák a mi kapcsolati működésünket? De az a jó hírem, hogy van lehetőség a változtatásra, de ez elengedhetetlen feltétel az, hogy növeljük a tudatosságunkat. Ugye a pszichológiában ezt úgy hívjuk, hogy önismereti munka. Nagyon sok olyan automatikus viselkedésünk van, amit végig se gondolunk, hogy valójában miért csináljuk ezeket, csak csináljuk. Ez mindenki számára ismert, ugye, hogyha megtanulunk autót vezetni, és egy idő után automatikussá válik a váltás, ahogy nyomkodjuk a pedálokat, vagy ahogy forgatjuk a kormánykereket. De ez ugyanúgy van a kapcsolati működésünkben is, hogy automatikussá váltak működések, anélkül, hogy reflektálnánk rá, hogy miért csináljuk. Tehát az elsődleges szempont, és a legfontosabb, ahhoz, hogy változtatni tudjunk, először föl kell azt ismernünk, hogy mit csinálunk, és miért csinálunk. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy nyugodtan nézzétek meg a kapcsolati működéseiteket, próbáljátok meg úgymond egy külső szemlélőként nézni, hogy mi történik közted és a párod között, és meg lehet keresni azokat a párhuzamokat, hogy esetleg ez ismerőse, ezt már látod-e valahol, akár a szüleid kapcsolatában. Az első és legfontosabb a felismerés, hogy mit csinálsz. És a következő videóban pedig elmondom, hogy ezzel hogyan lehet tovább dolgozni.